Nagypapi! Jó van, uram? Az ott dolgozó is. Sziasztok, én ennek Robi vagyok, és itt is vagyunk a legeslegújabb videómban. Köszöntök mindenkit! Most olyan képeket fogunk megnézni, amik annyira ritkák, illetve annyira kevés a valószínűség, hogy megtörténjenek, hogy egy adott ember az életében csupán egyszer fog maximum látni ilyet. Talán az a legritkább dolog az életemben, amikor majdnem meghaltam pár évvel ezelőtt, méghozzá úgy történt, hogy a kis Robika sétál az utcán, azt hinnélt, hogy milyen biztonságos, meg minden mennyire király, ilyen tömbházak között, és az történt, hogy a tömbház legeslegtetejéről, a tizedikről, egy ilyen fém rúd, nagyon vastag, így zuhant lefele. És hát én ezt nem vettem észre, mert miért néznék magam felé folyamatosan, amikor sétálok, és arra leszek figyelmes, hogy egy ilyen 10 centivel előttem teljesen becsapódott a földbe. És akkor elgondolkoztam rajta, hogy mégis mi történt volna akkor, ha egy kicsikét gyorsabban sétálok, és az nem előttem landolt volna, és előttem szúródott volna be így ennyire a földbe, hanem mondjuk a koponyámba, és így teljesen átment volna rajtam az egész rúd. Hát nagy szerencsém volt ott. Na de beszéljünk inkább egy rejtett képességemről, amihez nagyon nagy szerencse kell, méghozzá az, hogy bárhogy dobom ezt a labdát, mindig bemegy oda, ahova dobni akarom. Nézd csak meg! Hihetetlen, nem? Ha becsukom a szememet, sőt, még fejelve is megy. Az a baj, hogy túl könnyű ez az egész. Az a baj, hogy az irigyekér az egészre csak azt fogják mondani, hogy meg van szerkesztve, mivel nem érzik ők ezt. Ő csak megfogja és így lecsapja az összes dzsengát. Flegma volt az úriember, mit ne mondjak? Hallod? Dobták a kosárlabdát, akarom mondani. És ő megfogta és lábbal vette le, ott is van dír. Na de nézzük is tovább, hogy még mi lesz itt. Megnézzük ezt a rövidke kis videót, és ezután lesznek amúgy a képek. Direkt kihagyja, majd pedig hátulról. Várjál! Ezek komolyan azt hiszik, hogy ezt csak ők tudják, még csukott szemmel is megy. Nem mondod, hogy ezt az egészet le fogja borítani baseball labdával. És nem, hanem csak a legfelsőt. Hát szerintem onnan én egy darabot se találnék el az összes közül. Nem, hogy pont a legfelsőt, amire a legkisebb az esély. Nagypapi! Jó van, uram? Az ott dolgozó is. Képzeljétek csak el ezt a szituációt, hogy mentek, metróztok vagy valami, és ez fogadott titeket. Tízeskál, mennyire lepődnétek meg? Én nem is hinnék egyszerűen a szememnek, hogy ilyen létezik. Éppen hullámvasúton vannak, és így valamit random elkapott. A metről az előtte lévő elejtette a kezéből, meg elkapta mögötte. Az mekkora lenne. Ott van a labda, micsoda helyzet? Átemeli a kapuson, és ott is van. Jó rekkosárlabda megint. Hát figyelj, az amatőrök csak a labdát dobják be a hálóba. Na de a mesterek, saját magukat is. Itt is van a legelső kép, amin egy étteremnek a táblája látható, aminek a fénye nagyon sok helyen ki van égve, de pont úgy, hogy a felső, illetve az alsó még kiadja azt, hogy étterem. Kíváncsi lennék, hogyha ilyen statisztikai adatokat néznénk, hogy mennyi a valószínűsége annak, hogy pont azok égjenek ki, és ki lehessen még olvasni az étterem szót, akkor mi jön neki, szerintem ilyen 1 az 1 millióhoz talán. Na de a következő képhez vannak adataink, méghozzá az, hogy 1 az 1 milliárdhoz az esélye annak, hogyha te megfogsz egy kis tojást, feltöröd, és akkor 4 darab sárgája van benne. Biztos veletek is volt már olyan, hogy véletlen kicsúszott a kezetekből egy tányér, és eltörtétek, nagyon sok apró darabra. Na de mi lenne akkor, ha azt mondanám neked, hogy van egy olyan srác, akivel szintén ugyanez megtörtént, de a tányérja pont a felénél törött ketté, 2 egyenlő darabra. Hallod? Ha velem ilyen lenne, én tuti megtartanám ezt a tányért, és kiraknám a falra,
a YouTube díj mellé természetesen. Na de akkor menjünk is tovább a következő képre, aminek az a sztoria, hogy van egy srác, aki éppen most tanul meg egykerekezni, illetve van egy apuka, aki nagyon szereti a gyerekét és folyamatosan fotózgatja. A csávó meséli a haverjainak, hogy éppen amikor egykerekezett, kiesett az első kereke, és ezt meg is örökítette az apja. Nem meglepő módon a haverjai nem hisznek neki, ugyanis őszintén mennyi ennek a valószínűsége, hogy kiessen a biciklikereketek, és még azt le is fotózza valaki, majd pedig a srác megmutatta nekik ezt a képet. Zseniális! És a csávó arcán láthatjuk azt, hogy mennyire koncentrál, hogy most sikerüljön, és még a nyelve is ki van nyújtva. De kíváncsi lennék az ezutáni fotóra is, hogy milyen a feje, amikor realizálja, hogy hajajajajaj, baj van, hol az első kerék? Monotonon mész az úttesten, majd pedig bejön eléd egy kamion, aminek a hátulján van egy kép, aminek egy nagyon ismerős. Ránézel a telefonod háttérképére, és meglepő módon pont ugyanez. De érted, hányféle hátteret be tudtál volna állítani a telefonodnak? Hány milliót? Hány milliárdot? Lehet erre az egészre kevesebb esély volt, mint hogy én most megnyerjem nektek a Lottó 5-öst. Na de akkor menjünk is tovább a következő képre, amit én nagyon nem értek. Szóval, megfogtad a kis kóládat, betetted a fagyasztóba, az valahogy szétdurrant vagy kiukadt, elfagyott, biztos megszállt egy démon a kóládat, és azért van ez az egész, látható két gépjármű, hú, de rendőrösen mondtam ezt. Szóval, ott van kettő kocsi, itt semmi különöset nem veszel észre, mindjárt zöld a lámpa, mindjárt mehetnek a dolgukra, vagy várjunk csak, az is lehet, hogy mindjárt piros. Elgondolkodtató. Na de térjünk is a képnek a lényegére, amit szerintem így elsőre nem is vettetek észre, hogy mégis mit kéne figyelni itt. Nézzétek meg a kocsiknak a rendszámát. Na megvan? Egymás után jött ki pont a kettő rendszám. Itt pedig már egy gyorshajtót láthatunk, akit lefotózott a Trafipax. Nem tudjuk pontosan, hogy mennyivel ment gyorsabban, csupán azt tudjuk, hogy volt neki egy hőse, méghozzá egy kis madárka, aki kitakarta a kocsinak a rendszámát, és ha nincs rendszám, nincs beazonosítás, ha nincs beazonosítás, nincs büntetés, szóval lehet jó pár 10 000 forintot megspórolt neki az a kis madárka, valahol fizetünk, és a 666. milyen kis barátságos és békés szám, szóval nem csak a kóla, hanem már az a terminál is meg van szállva démonokkal. És hogy azért ennyinél nehogy már megálljunk, hogy csak 666, a fizetendő összeg $7.77. Kíváncsi lennék, hogy élete legszerencsésebb, vagy esetleg legszerencsétlenebb napja volt-e ezek után, vagy csak simán átlagos. Én amúgy az ilyen babonákban nem nagyon hiszek, szóval már sót is öntöttem ki meg minden, és így hello, itt vagyok. Na de menjünk is tovább a következő képre, ami egy szimpla kis osztálykép, nem is nagyon látná rajta semmi különöset. Na de nézd meg alaposabban azt a képet, hogy a körbe mi van. Harry Potter, simán el tudom képzelni a fotóst ilyenkor, amikor tudod így állítgatja a gyerekeket, hogy te ide menjél, te oda menjél, és így előtte van a Harry Potter, hogy te ráhasonlítasz, te meg rá, akkor így álljatok közel egymáshoz, és ez lesz a legeslegjobb kép, és ebből az egészből egy mém lesz. Aztán lehet, hogy ez az egész szimpla véletlen, bár nem hinném. Na de menjünk is tovább a következő képre, de még mielőtt ezt tennénk, nem tudod, drágám, hogy hol van a kedvenc csavarom? Már mindenhol kerestem. Hova bújhatott? Kinek van úgy kedvenc csavarja most úgy? Full őszintén. Ja, meg is van. Mekkora szerencse kellettem úgy ahhoz, hogy az ne fúrodjon bele a gumiba, na de menjünk is tovább a következő képre, ami szerintem az eddigi legritkább kép ebben a videóban, méghozzá az, hogy az a látássérült gyerek, aki nem lát egyébként semmit az ég egyadta világon, megy be a szobába, hogy apa, apa, találtam valamit, és bevisz az édesapjának egy 4 levelű lóherét. Én régen amúgy nagyon sokáig kerestem, de egyszer sem találtam. Érted? Úgy, hogy látok. El sem tudom képzelni, hogy ez hogy lehetséges, ugyanis szerintem én most becsuknám a szememet,
úgy, hogy így nagyon ismerem a szobámat, el nem tudnék találni az ágyamig. Bár azt mondják, hogy akinek valamelyik érzékszerve teljesen elveszik, vagy esetleg elgyengül, annak a több érzékszerve megerősödik, akkor is azért brutális lehet. De gondolom egy idő után bele lehet jönni, meg így elkezdett kitapintani a dolgokat. Képzeld csak el azt, hogy ingerült vagy, ideges vagy, mert mondjuk napokig írtál egy beadandó házi feladatot, és esetleg csak hármas lett, megfogod és így feldobod idegedben, erre leszel figyelmes, hogy ajjaj, beakadt, hogy szedjük le? Vagy ha még esetleg nem osztályozták le, és hol van a beadandód? Hát tanárnő, jöjjön ki a folyosóra, ott van. Na és akkor el is érkeztünk a videónak a legeslegutolsó képéhez, ahol adott egy srác, aki éppen városnézésen van további turistákkal, és egyszer csak arra lesz figyelmes, hogy nem egy emberen van ugyanolyan póló, mint rajta, hanem rajta kívül még hármon, és ezt Lencse végre is kapta, hogy négyen ugyanolyan csíkos pólóban voltak, de ha jól látom, azon a kopaszodó emberkén, mintha ilyen inkpóló lenne, nem sima póló. Szerintem amúgy nekem is volt ilyen pólóm. Na de ennyi is lett volna ez a videó, remélem, hogy tetszett nektek. Ha igen, akkor mindenféleképpen dobjatok rá egy hatalmas nagy lájkot. A Facebook, illetve az Instagram oldalam ott van lent a leírásban. Ha még esetleg nem tetted volna, mindenféleképpen nyomd be a csengőt. És akkor mindig, léci YouTube, mondd, hogy mindig értesítéseket fogsz kapni a legeslegújabb videóimról. Én Elek Robi vagyok. Na de majd találkozunk egy következő videómban. Addig is, szevasztok! Azt hitted vége, de nézd csak oda! De tudom már még mindig dobni, figyeld! Füllel is megy, nézd oda!